Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesesarok. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, azokat a fiatalokat, akik ebben az évben indultak a Monori Pincefalu gyerekszemmel rajzpályázaton. Szeretettel köszöntöm minden egyes kísérőjüket, a felkészítő tanáraikat, akik rajzolni tanították a gyerekeket. Köszönjük, hogy ebben az évben a Monori Pincefalu gyermekszemmel rajzpályázat eredményhirdetését itt a könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok keretén belül rendezhetjük meg. Köszönöm szépen, ezzel mi is egy picit közelebb kerültünk az Országos Könyvtári Napok rendezvényeihez. Jó napot kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Monorvárs önkormányzatának nevében. Hát kedves gyermekek, kedves pályázók, ugye elérkezett a nagy nap. Polgármester úr sajnos nem tud jelen lenni a rendezvényen, mert más elfoglaltsága akadt, de ő aktívan kivette a szerepét a bírálatból, a pályázatoknak az elbírálásából, úgyhogy neki már ezzel megvolt a munkája. A megnyitó előtt végignéztem a rajzokat, és érdekes azt látni, hogy a mostani gyerekek, kamaszok, fiatalok milyen szemmel látják a mai Strázsahegyet. Az én gyermekkoromban Strázsahegy teljesen másképpen nézett ki. Ez, amit most látnak a gyerekek belőle, vagy a felnőttek, vagy mindenki, akik nem Monoron éltek, ez egy 20 éves folyamat alap, vagy 20 éves fejlesztés alatt alakult ki. Az én gyermekkoromban a Pincefalu teljesen másképpen nézett ki. A Bakhusz tér helyén például egy nagy gödör állt, egy szemétbánya volt, az Orbán tér az egy elhanyagolt akácos liget volt, a pincék épületállomány az teljesen másképp nézett ki. Ugye most folyamatos fejlesztés alatt van, és gyakorlatilag mostanra elértük azt, hogy hírneve van a Pincefalunak, a rendezvényeinkkel elértük azt, hogy a világ, vagy azaz, hogy a Magyarország több pontján is ismerik a Monori Pincefalut. Ugye itt Monoron azt mondjuk, hogy Magyarország Közép-Európa legnagyobb összefüggő pincefaluja, bár ezt azért már többen is próbálják ezt a címet birtokolni, mert ugye máshol is vannak nagyobb pincefalvak Magyarország területén, de mi ezzel a 950 pincével gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a miénk a legnagyobb pincefalu, ugye Monornak ez a legnagyobb turisztikai értéke, úgyhogy meg kell becsülnünk, és mindenféleképpen fejlesztenünk kell, és az utókornak biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy tovább tudja ezt fejleszteni, tovább tudják majd ők is a borkultúrát vinni a településen, és hogy ők is tulajdonképpen kövessék a város hagyományait. Nekem itt Szentírmai tanárnő rengeteg dolgot elmondott, hogy miről kellene beszélnem. Ugye ez a negyedik alkalommal megrendezett Pincefalu gyerekszemmel pályázat, és harmadik alkalommal kerül megrendezésre, ugye tavasszal, a Pincefalu gyerekszemmel akadályverseny, amit ugye a rossz időjárás miatt most tavasszal fognak megrendezni. Én előre is köszönöm benne a segítséget, illetve a két előző alkalomhoz is köszönöm a segítséget ugye a Nemzetőrúti Általános Iskola tanárainak és a vezetőjének is, hogy Vargáné Dávid Máriának, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy a pedagógusaik aktívan bekapcsolódjanak ebbe a munkába. Szeretném megköszönni Szentírmai Cecília tanárnőnek, hogy ötletgazdaként a mai napig életben tartja ugye ezt a pályázatot, és tulajdonképpen a egy tapsot a tanárnőnek esetleg. És szeretném megköszönni a Gemini Televíziónak, akik a mesesarkon keresztül lehetőséget biztosítanak arra, hogy ez a gyereksarok eljusson minden egyes monori gyermekhez. Most még ugye erről beszéltünk, hogy most még monoriakhoz, és akkor ki tudja, hogy a jövőben esetleg más településekről érkeznek-e be majd pályázatok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és
Mindenkinek gratulálok, azoknak is, akik most esetleg nem értek el helyezést. Köszönöm szépen! Szervusztok, kedves gyerekek! Ma egy nagyon aranyos kis őszi mesét fogtok tőlem hallani. Nyugtalanul aludt az éjszaka a nagy bükkfa. Nem is aludt jóformán, csak sóhajtozott. Alig várta, hogy megvirradjon, hogy szétnézhessen a tájon. Hunyorogva nézett szembe a kelő nappal. Pikmak, pikmak! Ébredtek a mókusok is, vígan ugrándozva. Maga alá tekintett az öreg erdő, s hát mit kell látnia? Csupa mak, frissen hullott bükkmak az avar. Annak örültek ám csak a mókusok. Bikmak, cseremak, mogyoró! Újjongták. És az öreg erdő látta, hogy magányos társa, a tölgy is, amott a tisztáson, tanácstalanul tekint körül. Mi történt, szomszéd? Szólt át a bükkerdő a tölgyfának. Világgá ment a nyár, felelte a tölgy helyett a mogyoróbokor. Világgá ment, sóhajtott most már a tölgy is.
S már látták is mindannyian a nyár lábanyomát végig a patak mentén húzódó hosszúkás réten. Kikerics virított mindenütt a nyár nyomán. Fügyszót is hallottak, s látni vélték, mintha egy úrfi forma ugrált volna kikericsről kikericsre, de olyan könnyedén, hogy a finom szirmok megserezzentek alatta. Makkot, mogyorót, csörgetve táncolt a falu fölé. Az ősz volt. És ez az ifjú bizonyára diószüretre sietett. Kedves gyerekek, a mai meséhez kapcsolódva egy nagyon érdekes feladatot adunk nektek. Őszi termésekből készítsetek nekünk kompozíciót. Asztali díszt, fali képet. Használhatjátok azokat, amiket én most a mesében felsoroltam. Makkot, diót, mogyorót, és még sok-sok mindent, amit találtok most ősszel a kertben, a kert körül, a Strázsa-hegyen, vagy éppen az óvoda, vagy az iskola udvarán. Legyetek ügyesek, várjuk a kompozíciókat. Szervusztok, viszontlátásra! Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesesarok. A mesesarok támogatója a Monori Goods Market.